Laci, nem akarok én bele-bele szólni, de egyszer nem bírom ki. Gyurcsány és ezek a gittegyletek, ezek nem magyar érdekeket szolgálnak, ezek egy globális háttérhatalomnak az emberei. Ezt kéne megérteni. A jobb oldalnak, a Fidesznek és a Jobbiknak kellett volna összefogni. Mi fikciókat gondolsz? Kérlek, hagyd, ne bántsd ezt az embert, ő az ország első embere volt. Az ország első embere volt. Ne viccelj ezzel. Én kérek elnézést tőletek, rosszul döntöttünk, egy ilyen van. Motorosok is valahogy eltűntek, de se baj, a mi lelkiismeretünk tiszta. Nem gondoltam, hogy ennyi sajtó itt van, és talán többen vannak, mint mi. A golyóknak egy része itt van, a másik része Erdélyben. Ennyit tudok mondani. És azt szeretném kérni tőletek, már aki itt még megmaradt, hogy gyertek ide a színpad elé, nem jövünk fel a színpadra, itt beszélgetünk veletek, illetve átbeszéljük azt, amiről valójában akartunk szólni. Közvetlen kapcsolat, barátkozzunk, hajrá! Mindenki vitathatja, de az, hogy a bevándorlás önmagában nem probléma, hogyha nincs népvándorlás, azt én azért állítom. Tehát én például ma kínai tettem az utcámban a kínai büfésnél, aki 2007 óta kiszolgál az egyébként szerintem tök finom, én szeretem kínai cuccokkal, egészen jóba lettünk, és ott dolgozik, és rendben van. Tehát hogyha egy normális ütemű, valóban lehetőséget kereső és találó és dolgozó bevándorlás van, akár Kínából, akár a giroszos, aki adja ezt a kaját, azt mondjuk nem szeretem, de tök mindegy, akkor szerintem azzal önmagában nincsen baj. Az, amit látni kell, tehát nem a bevándorlás, meg a bevándorlókkal van baj, mert mindegyik rohadék, meg akármi, van egy normális mérték, és mindig a mérték a fontos. Most nincs ilyen mérték, most valóban népvándorlás van, tehát nem tehetünk úgy, nem arról szól a történet, hogy szeretjük a bevándorlókat, vagy nem szeretjük-e a bevándorlókat, hanem arról szól a történet, hogy új helyzet van. Népvándorlás van, erre kell megoldást találni, és arra viszont tényleg megoldást kell találni, és nem fínyogni azon, hogy kerítés épülésen. Megindítált az új helyzet gondolat. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon valóban egy új fordulóponthoz érkezett a bevándorlási hullám, és mégpedig olyan szintre került ez a helyzet, hogy felülírta a cigány kérdést Magyarországon. Így van. Mi a teendő? Mi az igazi teendő ma Magyarországon ahhoz, hogy ez a kérdés aktuális legyen minden politikai oldalnak, és ne csak a szelek fújjanak, meg társ elnökök beszéljenek hülyeséget mindenféle orgánumban. Azt gondolom, hogy ma jött el a pontja annak, hogy a totális összefogás álljon képbe. Tehát azt gondolom, hogy ma Gyurcsány Ferenc... Azt látom is, a totális összefogást. Ne legyél telhetetlen. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon az az idő jött el, amikor Orbán és Gyurcsánynak igenis kötelessége megszüntetni ezt a fajta kettészakadt országot, hiszen az ország nagyon szét van szedve ebből a szempontból, és nem képesek belátni, hogy a bevándorló hullám olyan hullámokat gerjesztett, hogy én örülök neki cigányként, hogy nem vagyok felszínen, és nem kell folyton feszegetnem és védenem a hátsómat. De hölgyeim és uraim, tényleg azt hisszük, hogy nem most jött el az ideje annak, hogy erről tisztán és világosan beszéljünk? Magyarország nem képes 20 és 50 ezer ember szociális hálóját ellátni. A jelenlegi hálót is nyögvenyelősen megy. Mit is okoz a jelenlegi háló, a szociális háló, a cigányság társadalom perifériára? Mit okozott a cigányságnak? Elmondom, 1 millió jobbikos szavazatot. Ebből 2 millió lesz. És az új miniszterelnököt majd talán Vona Gábornak fogják hívni. Akkor felkötöm magam. Szerintem azért azt nem kell, ettől még nem kell, Gyurcsányt is kibírtam, egyesít is. Hát nem kötöttem föl magam, pedig aztán csesztettek ezzel. Ki. Hát ki fogod bírni? Nem akarom. Itt akart. Most a bevándorlásról beszélgetünk, nem a Gyurcsányról, meg a háttérhatalomról, hanem konkrétan arról, hogy mi a teendő. A nagy többség ugyanis egészen egyértelműen tisztában van azzal, hogy azért van a határ, hogy ott a nyulak átugrálhatnak akár. Sokszor megfordul a fejemből, ki szeretne cigány szomszédot? Ja. Hát ott Budán, ahol én lakom, szerintem senki. És az országban? Politikai menekünk hozzá szóval. Nem volt és nem volt tőle semmi.
Én bevallom, nem értem. Nem csak morálisan, meg nemzetileg, meg a valós problémát látva, meg a probléma lehetőséget látva, ami ebből jöhet. Tehát nem csak így nem értem, politikailag sem értem a baloldal reakcióját. Hát ha én most baloldal vagyok, mondjuk MSZP vagyok, akkor mi az első dolgom, mikor a Fidesz közli, hogy kirakja a plakátokat, és azt mondja, hogy kerítés kell? Az első dolgom, hogy azt mondom, hogy szerintem is, csak a kerítés, amit a Fidesz akar, túl rövid. Nem elég hosszú. Európa is multikulturális, mert azért Magyarországon itt élnek a cigányok, itt élnek különböző kínaiak, akik ugye nagyon finom ételt főznek, giroszosok, sőt,